Tudod, hogy mi az egyik legalul értékebb eszköze a kreátoroknak? Ma arról fogunk beszélni, hogy mik azok a Magic Arm-ok. Pontosabban szerintem az egyik legjobb elérhető opcióról, ami az iFootage-nak a Spider Crab. Sziasztok! Szántó Peti vagyok, és amikor arról beszélünk, hogy hogyan építs fel a különböző kamerás videós eszközeiket, nem minden nagyon menő, mint az A7S3, vagy egy király táska, mint például Peter McKinnonnak a Nomatic táskája, és amennyire fontosak azok is, ugyanúgy fontos másról is beszélni, lehet, hogy még fontosabb. És szeretnék egy ilyen sorozatot csinálni, ahol ilyen típusú termékekről beszélünk. Ezek lehetnek állványok, aksik, különböző kiegészítők, és pontosan itt jönnek képbe a Friction Arm-ok vagy Magic Arm-ok. Szóval mindenféleképpen maradjál a végéig, mert meg fogok mutatni néhány trükköt, hogy mi mindenre lehet ezeket használni, és ugyanúgy azt is el fogom mondani, hogy ha úgy döntesz, hogy veszel egy Magic Arm-ot, akkor mire kell odafigyelned, hogy nehogy egy rossz minőséget vegyél. De mindenek előtt jöjjön az intro. Disclaimer, az iFootage elküldte nekem ezt a két Magic Arm-ot, de semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy én mit mondok róla, hogy mutatom be, úgyhogy ők is akkor fogják látni ezt a videót, amikor ti. A kérdés az, hogy mikor van szükséged egy Magic Arm-ra? Erre a kedvenc válaszomat tudom adni, mert igazából attól függ. Ez azért van, mert egy Magic Arm bármilyen helyzetbe jól jöhet az embernek. Akkor is, hogyha nem is gondolnál rá, ezért mindenféleképpen az első tipp, amit adhatok neked, hogy mindig legyen néhány darab nálad a táskádban, mert sosem tudhatod, hogy mikor fogja megmenteni az életed. Mindjárt mondok néhány tippet, de először beszéljük azt át, hogy mire kell figyelni, amikor veszel egy Magic Arm-ot. Hát a legfontosabb az az, hogy legyen nagyon strapabíró, jó kialakítású, és ez olyan faktorokon múlik például, hogy milyen anyagból van, milyenek a különböző állítóegységei, hogy lehet becsavarni dolgokat, és ezt nagyon egyszerűen el tudod dönteni, csak abból, hogy ránézel, vagy felemeled, és hogy van-e egy elég jó súlya. Utána pedig a másik fontos tulajdonsága, hogy nagyon flexibilis kell, hogy legyen, és hogyha a fő szorító kis csavart kiengeded, megnézheted, hogy milyen irányokba tudod beállítani, és hogyha abban meg fog maradni, akkor rendben vagy. A következő pedig, hogy miket tudsz hozzá csatolni, meg kell nézni ezeket, mennyi súlyt tud ő effektíve megtartani. Van-e rajta például vakupaput csatlakozó, 1/4-es, vagy 3/8-as, vagy valamilyen mondjuk ilyen quick release systemes csatlakozó, mint például az iFootage-nak van. És utána meg tudod nézni, hogy amilyen eszközeid neked vannak, ahhoz hozzá tudod-e illeszteni az adott dolgokat. Például, hogyha ezt a quick release systemet nem használod, akkor mennyire könnyen tudod elérni például az 1/4-es csatlakozót, és tudod ezeket külön választani. Hogyha az iFootage-ról beszélünk konkrétan, ezek nagyon-nagyon durván jó felépítésűek. Spider Crab-nek hívják, és kettő méretben érkeznek. Van egy 18, meg egy 28 cm-es. Az egész kialakítása fémből van, metál az egész, igazából mint a legtöbb Magic Arm, viszont egy olyan nagy csavarót használ, ami baromi jól összerakja az egészet pont oda, ahova kell. Ami kiemeli, az az, hogy van ez az úgynevezett quick release mechanizmusa, amit mind a két oldalon tudsz használni, és bármilyen, tényleg nem tudok mondani olyan kiegészítőt, amit nem tudnál nagyon egyszerűen hozzácsatolni, és utána kicserélni. Ez a fő előnye, ami igazából eladja ezt az egészet, hogy használtad ezt a quick release systemet, vagy modulokat, és bármilyen kiegészítőt hozzá tudsz rakni a Spider Crab-nek köszönhetően, és onnantól el is feledkezhetsz róla. Mielőtt elköszönök, térjünk vissza arra, hogy milyen use case-ek vannak, hogy lehet használni. Például, hogyha van egy vakupapucs, akkor rárakhatod ugye a kamerára, és mondjuk azon keresztül nézel egy külső monitort, használsz egy fényt, vagy egy mikrofont, de hogyha pedig az 1/4-es csatlakozókat használod, és összerakod egy klempel, akkor meg bármire rá tudod rakni. Én nekem így volt egy forgatásom, amikor ezt használtam,
este főfénynek, mert nem volt velem a stúdióm. De amúgy hozzá tudod rakni, hogyha egy cage-ed van a kamerához is, és ott én például használom ezt ugyanúgy a külső monitorommal is. Egy spéci eset, amikor használtam, hogy itt az asztalomon, ahogy felveszek, itt nekem most egy asztali pici állványom van, de amikor még nem volt meg, akkor a klemppel ezt a Magic Armot rögzítettem, és raktam rá a teleprompter, tettem rá a kamerámat is, és megtartotta, mert annyira durván bírja az egészet, azóta ugye lett egy asztali állványom, és ebből az a legjobb, hogy be tudom így rakni a táskámba, és mindig velem vannak ezek az eszközök. Te használsz Magic Armot, vagy felkeltette ez a videó az érdeklődésedet? Mi alapján választasz? Folytassuk a beszélgetést a kommentbe, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. A kommentet megtalad a like gomb alatt, ami alatt ugyanúgy a leírást is, ahol minden link, amiről beszéltem, ott van, megnézheted az iFootage-nak a termékeit is. Tudod, a like gomb alatt, amit tudod, mit kell vele csinálnod. És hogyha most találkoztunk először, és tetszett ez a videó, vagy érdekelnek videós témák, hogyan építheted a karriered, érdekel az, hogyha elmegyek egy konkrét produkcióra, hogy veszek fel, hogy editálok, milyen plugineket használok, akkor is érdemes megnyomni azt a feliratkozó gombot és a csengőt is. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Szia! Sziasztok!